Lengyelországi útját foglalja le ez a férfi az egyik nyíregyházi utazási irodában. Tiba József családjával Zakopanéba utazik ezen a hétvégén. Túrájuk alkalmával a helyi adventi forgatagban vásárolnak majd karácsonyi ajándékokat, és megnézik a környékbeli nevezetességeket is. Azt mondta, több alkalommal voltak már Zakopanéban, szívesen mennek vissza. Az utóbbi két évben voltunk ott háromnapos tartózkodással. Kellemes volt, tehát Tátrába is felmentünk, gyönyörű település egyébként is, meg hát Lengyelországnak megvan a varázsa. Az utazási iroda tapasztalatai szerint a karácsonyi készülődés helyett egyre többen választják valamelyik szálloda vagy panzió kényelmét. Ez egy divatos trend, és mi is észreveszünk, hogy az utóbbi időben egyre többen töltik akár még a Szentestét is belföldi szállodákban. Ugye a szilveszter az évek óta hagyomány, hogy akkor ugye elmennek egy kicsit kikapcsolódni az emberek, de a karácsony is egyre jobban terjed, hogy az egész család, tehát szülők, nagyszülők, gyerekek együtt elmennek, és főleg a belföldi wellness szállodákat részesítik ilyenkor előnybe, és akkor így az anyukának nem kell sütni, főzni, viszik magukkal az ajándékot, és azért mi is látjuk ezt a forgalmunkon, hogy azért ilyenkor karácsonykor egyre többen jelentkeznek be ezekre a szállodákra, és ugyanakkor azért meg kell említeni azt is, hogy nagyon sokan már a 2017-es évi utazásokra fizetnek be, hiszen azt teszik a karácsonyfa alá ilyenkor ajándékképpen. Nyíregyháza a nyári szezonnal ellentétben nem tartozik a kiemelt karácsonyi turisztikai célpontok közé. Az általunk megkérdezett szállodák közül több zárva tart karácsonykor. A két ünnep között azonban a Szabolcsi megyeszékhely és a megye is kínál tartalmas programokat a látogatóknak. Nagyon sokan, sőt egyre többen szállodákban töltik a karácsony, de az elsősorban olyan destinációkra vonatkozik, ahol már kiforrott, aktív lehetőség van, mondjuk sípályák a közelben, vagy havas hegyvidék és jó túrázási lehetőségek. Azokban a régiókban, ahol ezek nincsenek meg, ott ez még annyira nagyon nem jellemző. A turisztikai szakember hozzátette, a tapasztalatok szerint Nyíregyháza nagyon népszerű karácsony és szilveszter között. Programjai és időjárástól függetlenül turisztikai attrakciói miatt. Ilyen például az állatpark fedett épületei, a Viktória ház, az óceánárium, illetve az élményfürdő.